Vízkereszttel elkezdődött a farsang időszaka, ami idén február 14-éig tart. Az Agora kézműves kuckójában minden évben kreatív programokkal várják a gyerekeket, ezúttal kreatív fejdíszeket, csörgősipkát és busóállarcot készíthettek. A maszkabálok szezonjának jellegzetes finomsága a farsangi fánk, egy különleges változatát sütették meg közösen a Szivárvány óvoda kisóvisai ma délelőtt. Csavart fánkot oszkói hölgyektől tanultam néhány évvel ezelőtt. A recept az Horváth Ilona receptje, egy nagyon jól bevált tészta. Kell hozzá fél kiló liszt, 5 dekagram porcukor, 5 dekagram olvasztott margarin, 2 tojássárgája, 2 dekagram élesztő. A tésztát vaníliás cukorral, reszelt citromhéjjal és sütőrummal ízesítik. Bár a recept hagyományos, a forma nem. A tésztát fatiplire csavarják fel, így érdekes küllemet kap az édesség, hasonló lesz a kürtös kalácshoz. Amíg sült a csavart finomság, a gyerekek kreatív elfoglaltságot kaptak. A sütemény összetevőit a szervezők papírra nyomtatták, ezeket lehetett kiszínezni. Két alapanyag kimaradt. Most akkor ez a rejtvény, hogy kidobálják, hogy melyik alapanyag maradt. A kisült fánkra a végén porcukrot szórtak.